de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztornyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával. És itt van velünk Gyurcsik Attila, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatója, ahogy beharangoztuk. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szóval itt van ez a hatalmas román gázmező, amit eddig nem aknáztak ki, mert hogy talán nem is volt annyira sürgős, hogy megállapodjanak a feltételekről, de most aztán hirtelen sürgősé vált. Mióta is megy ez a vita a román állam, illetve a energia cégek között, illetve mikor fedezték ezt föl? És ki a beruházó? Hát maga a húzavona az 20 éves történet, lassan 20 éves egyébként. A beruházó az egyébként nagyon hosszú ideig egy amerikai-osztrák konzorcium volt, az Exxon és az OMV Petromnak a kettőse, meg volt még egy kisebbségi tulajdonos a 2000-es éveknek a hajnalán, de gyakorlatilag ez a két cél volt, aki végül is a 2010-es években küzdött a román politikával, meg egy picit saját magukkal is, hogy kitalálják azt, hogy megéri-e egyáltalán ezt a projektet megvalósítani. Ugye egy picit így kontextusba helyezve, nyilván a mai fejünkkel azt mondjuk, hogy megéri ezt megvalósítani, de azért tudni kell, hogy itt a 2010-es években azért nagyon nyomottak voltak a gázárak, ugye mai, tehát hogy ilyen 10-15-20 euró körüli gázáról beszélünk, a holland gáztőzsdén ilyen áron lehet ez gázt venni. Ami most 200. Ez az ár, ami most 200, vagy ugye egy pár héttel ezelőtt 300. Tehát értelemszerűen, amikor ilyen nagyon pici a torta, akkor nagyon nehezen egyeznek meg a felek, hogy kinek mennyi jusson. És itt főleg a román állam volt az, aki nem tudott az elmúlt 10 évben olyan adórezsimet kitalálni, ami mindkét félnek kedvező lett volna, és ezt a beruházást elindította volna. És hogy persze az egy kérdés, hogy ebben mennyire hibáztathatjuk a románokat, mert egyébként kicsit kontextusba helyezve, hogy az elmúlt 20 évben az Európai Unió gáz kitermelése a negyedére csökkent, tehát nem a negyedével, hanem a negyedére. Tehát azért praktikusan az orosz gáz, az olcsó orosz gáz itt mindent kiszorított, beruházásokat és a külső forrásokat is. Tehát nem csak arról van szó, hogy a románok nem valósítottak meg ilyen projektet, hogy az amerikai osztrák konzorcium nem volt hajlandó eldönteni azt, hogy ennek van értelme, hanem hogy azért nagyjából sehol Európában nem valósult meg ilyen mértékű beruházás, mert hiszen ott volt kézenfekvően a vezetéken érkező, már kész infrastruktúrával vezetéken érkező orosz alternatíva. Igen, pont erről beszélgettünk, illetve vitatkoztunk is Gáborral, hogy egy ilyen helyzetben, mikor stabilan jön, olcsó, és végzünk számításokat, hogy megérné-e a mi gázmezőinket, és kiderül, hogy ez baromira nem, hogyha azt feltételezzük, hogy... Hogy ez így marad. Hogy ez így marad, de hogy most hibáztatható-e akárki amiatt, hogy nem tudtuk, hogy ez nem marad így? Hogy mégis kellett hát volna alternatíva. Ez valahol egy ilyen energiastratégiai politikai kérdés. Tehát a németek ez alatt az idő alatt megépítették a Nord Stream 1-et, aztán ugye megépítették valójában a Nord Stream 2-t, hogy még több orosz gázt vásárolhassanak olcson. Igen. Ugye még a Trump időszak alatt a Trump könyörgött a Merkelnek, hogy jó, megépítették a Nord Stream 2-t, Amerika belemegy, de akkor legalább egy LNG visszafejtő terminált építsenek Észak-Németországba, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatva. Hát a németeket nem nyűgözte le ez az ötlet. Tehát nem tudták rávenni az amerikaiak még erre sem akkor. Hát most rávették. Hát most a kicsi kerülőben. Most még rávenni se kellett őket, kénytelenek volt. Most ez egy kényszer, így van. Attila, bocsánat, csak itt látok ugye itt egy számot, ami arról szól, hogy reálisan évi 4-8 milliárd köbméterről beszélünk kitermelés szintjén. Ezt helyezzük már kontextusba, hogy ez mit jelent. Jó, egy picit így mondanék még egy pár dolgot erről a szörűről, tehát ugye, és utána elmondom a számokat is, ugye alapvetően a helyzet az, hogy a román politika is felébredt egyébként a 20 éve tartó Csipke Rozsika álmából, és idén májusban elfogadtak egy olyan adórezsimet, ami egyeztetve a beruházókkal egy elfogadható alternatíva, tehát hogy ez egy fontos lépés, tehát őket is a háború ébresztette föl, tehát most májusról beszélünk, igen. Uh-huh. Igen, május, tehát hogy igen, abszolút a háború ébresztette fel őket, ugye alapvetően Románia önellátó, gáz szempontjából önellátó, vagy óriási geopolitikai értékké vált a háború árnyékában, viszont csökken a belső kitermelés, tehát erre a projektre szükség van ahhoz, hogy Románia hosszú távon is önellátó maradjon, és ne kell a Gazpromtól
gázt vásárolni. És még egy dolog történt, hogy a időközben egy a 70%-ban román állami tulajdonban lévő romgáz, nevű egyébként tőzsdén forgó vállalat kivásárolta az Exxont ebből a projektból, tehát most a félig... Ez mikor történt? Egy ez idén egyébként. Már tavaly ez egy éve zajlik ez a tranzakció, tehát tavaly megtörtént a döntés, és idén történik meg végül is az adásvétel, tehát a projekt fele egy román állami vállalat kezében kerül, amit egyébként tőzsdén megvásároltunk, a másik fele pedig maradt az ÖMV-ben. Ilyen részét... értelemben a román torta az ugye tovább nőtt. Azt a részét tisztázzuk, hogy ez a döntés viszont még a háború előtt történt. Ez a háború előtt történt, így van. Ez Exxon döntött úgy, hogy kiszállt. Tehát ez fontos tudni, és akkor végül... Gondolom megunta azt, hogy a keretfeltételek nem adottak. Nekik ez stratégiai döntés volt, hogy amúgy is ezekről a keleti végekről kivonulnak, ha jól értem. Tehát, de igen, alapvetően igen. És ott akkor a számok szintjén, tehát ez maga ez a projekt, ez egy bizonyított készletek szintjén egy ilyen 40-80 milliárd köbméter, egyes becslések szerint 100 milliárd köbméter felett van egyébként a készletszint. Ennek megfelelően évi 4-8 milliárd köbmétert lehet kibányászni belőle. Románia éves fogyasztása ilyen 11-12 milliárd, egyébként Magyarországnak is ennyi, évi 10-11 milliárd köbméter. Viszont a románok, ahogy említettem, ilyen 90-95%-ban önellátóak jelenleg, tehát évi 1-2 milliárdra lesz nekik ebből szükségük tartósan, és a többi, tehát mondjuk 2-6 milliárdot exportálhatnak, akár részben Magyarországra is. Aha, ez akkor lenne a következő kérdés, juthat ebből nekünk, és mikorra készülhet el? Juthat alapvetően, tehát vagy megépültek, már részben megépültek, részben pedig meg fognak épülni azok a határkeresztező kapacitások, amin keresztül ez a gáz eljuthat Magyarországra. Magyarország import szinten 100%-ban az oroszoktól függ jelenleg. Ez ilyen évi 8-9 milliárd köbméternyi orosz gázbehozatalt jelent. Ebből, ha 2-3 milliárdot ki tudunk váltani román gázzal, azért az egy jelentős függés csökkenést jelent. És hogy ugye mikorra? Hát ezek a projektek nem tudnak gyorsan megvalósulni. A mostani helyzet az, hogy 2023 közepéig dönti el az ÖMV. Ővé a jog, hogy eldöntse, hogy belekezd ebbe a projektbe. Azt gondolom, hogy soha az elmúlt 20 évben nem voltunk ilyen közel ahhoz, hogy igent mondjanak. Ha ezek mellett, a feltételek mellett, ilyen gázárak mellett nem éri meg nekik ezt megcsinálni, akkor soha nem fog megvalósulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy jó eséllyel igent fognak mondani, de hát nyilván nekik is át kell számolni. Sok minden megváltozott azért az elmúlt években. És lényeg a lényeg, hogy ez 2027 az a dátum, az a céldátum, amikor ez legkorábban elkezdhet termelni. Szóval nem egy gyors alternatíva, de mondjuk tekintve hazánk földrajzi elhelyezkedését, majdhogy nem az egyetlen arra vonatkozólag, hogy érdemben tudjuk az orosz függésünket csökkenteni. És innentől kezdve egy politikai döntés, hogy akarjuk-e? Hát én azt gondolom, hogyha itt lesz ilyen közelben egy alternatíva, ami elérhető, akkor ezt valószínűleg ki fogja használni a magyar politika is, hiszen egyébként volt a Szijjártó Péternek volt a Transit Fesztiválon erről egy ilyen pár mondata, hogy Magyarország abszolút nyitotta erre, hogy sőt, már ugye már sokkal régebben szerettük volna ezt a gázt megvásárolni a románoktól, hogyha elindították volna már korábban a projektet. De ezt a körök nem csinálták. Aha, oké. Okay. Attila, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Szép napot, szia. Szia, szia. Na, szóval tök jól tisztában látunk akkor ez ügyben is, és hát remélhetjük, hogy akkor lesz az alternatív beszerzési forrás majd Magyarországnak is a gázból. Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni. Hú, mondtam volna, hogy mit írnak a hallgatók, de ilyen. Majd... Ne hozzuk magunkat. Csak mindig ránézek az órára. Úgyhogy olyanok vagyunk, mint a fapados este felé. Annyit nem csúszunk. Most már azok se egyébként. Egyre kevesebbet, ott is javul a helyzet. Na, tehát a hírek ez a lényeg, és utána folytatódik a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy, maradjatok velünk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára.